Tisztelettel köszöntöm a konferencia résztvevőit, ha megengedik ülve beszélnék a mikrofon miatt, úgyis a kivetített tábra lesz az, ami magyarázatot nyújt. Tehát az első ábránkon szeretném bemutatni azt az országos rendezési területrendezési terv keretében készült térképet, ami elég zsúfolt, de ami megszabja a közlekedésfejlesztés kereteit Magyarországon. Ez 2003-ban került elfogadásra, 2008-ban dolgozták át, és jelenleg is módosítás alatt áll. Ennek az egyes számú mellékletében találhatók az 1/1-ben a gyorsforgalmi főútfejlesztési tervek, a 1/2-ben a nagyhidak, a Dunán és a Tiszán átívelő nagyhidaknak kérdés, és a 1/3 mellékletében konkrétan a határmenti összeköttetésnek a kérdései, illetve azok a feladatok, amelyek ránk várnak ezen a területen. A 1/1-es melléklet alapján készült el a kormány 12/22/2011 számú határozata, amely a gyorsforgalmi útfejlesztéseket tartalmazza, a nagytávú kitekintés 2027-ig. Ez 4 ciklusra bontva tartalmazza a gyorsforgalmi és a főútfejlesztéseket. Elsősorban a visszafogott fejlesztésekben gondolkodunk, tehát be kívánjuk ugyan fejezni a már elkezdődött autópálya fejlesztéseket és a gyorsforgalmi utakat ki kívánjuk egészíteni, de nem a teljes műszaki paraméterek szerinti legfejlettebb autópályákat részesítjük előnyben, hanem a forgalmi adatokhoz igazodó, akár 4-sávos gyorsforgalmi utakat, elkerülő utakat, amelyek jobban szolgálják, nagyobb társadalmi rétegeket, térségeket szolgálnak ki, és jobban igazodnak az ország teherhordó erejéhez. Itt a következő ábrán látható a 4 időciklusnak a lebontása, tehát a 2016-ig terjedő időszakban pirossal jelölt részek, a 2020-ig, 2024-ig és 2027-ig terjedő időszakban, hogy melyek azok a prioritások, amelyeket meg kívánunk valósítani. Hát a legégetőbb pontok azok az első ábrán láthatók, itt kiemelni, miután határmenti együttműködésről is szól a mai konferencia, hogy a 14-től induló ciklusban az M15-ösnek a 4-sávosítása, tehát a pozsonyi összeköttetés az M1-es autópályával, ez a kiemelt fejlesztések közé tartozik. Később majd visszatérünk, de szintén ebből a forrásból, ami az Európai Összekapcsolási Eszköznek a forrását jelenti, valósul majd meg az új Komáromi híd, a részleteiről akkor majd később beszélnék. És ebből az összegből szeretnénk majd befejezni a M3-os, M70-es, tehát ezeket a befejezetlenül maradt határmenti szakaszokat, és jó lenne majd, ha az M2-es, ami Vác térségét kötni össze Szlovákiával, illetve Lengyelországgal, az is minél hamarabb elkészülne. Itt egy összehasonlító ábra látható az európai határmenti kapcsolatok sűrűségéről. Látható, hogy a legsűrűbb az a belga-francia, ami 1,5 kilométeres összeköttetési sűrűséget jelent, de én kiemelném azért a német-franciát is, ami 4 kilométert jelent. És látható, hogy azért a magyar határszakaszokon vannak feladataink, vannak lehetőségeink. A magyar-szlováknál ez a szám, ez pontosan 27 kilométer, bár itt azért hozzá kell tennünk, hogy a Duna és az Ipolynak a folyó jellege azért némiképp ritkítja ezeket a lehetőségeket, bár itt ő közöttünk a lábatlan polgármestere, és ők például most egy kompot helyeztek be, nemrégiben júniusban fogják átadni, a személyközlekedés biztosítja Karva és Lábatlan között, tehát nem kell mindig nagy fejlesztésekben, hidakba gondolkodnunk, a kapcsolatokat, azokat tudjuk más módon is élénkíteni. Határon átnyúló infrastruktúra fejlesztési célok, tehát a fő prioritásokat itt felsoroltuk. 6 határszakaszon történnek ezek a vizsgálatok, amelyek a térségeket vizsgálják. Ezeket próbáljuk a Nemzeti Közlekedési Stratégiába beépíteni, ami szintén most készül. Egy kicsit összecsúszva a közlekedési operatív programnak a cég elkészítésével, ami 14-től 20-ig történő fejlesztéseket tartalmazza. És
itt is kiemelt célunk a határmenti gazdasági térségek összekapcsolása, ezeknek a vérkeringés behozása. Ez mindkét országnak a határoldalán érdeke, hiszen ezek a területek általában depresszív környezetet jelentenek, és ezeket a tartalékokat, ezeknek a kapcsolatoknak az újjáélesztéséből, revitalizálásából tudjuk legjobban kihozni. És hát a gazdasági kapcsolatok mellett azért a kulturális kapcsolatok szerepét is emeljük ki. Én úgy tapasztalom, hogy azért az elmúlt 20 év arról szólt itt a határ mentén, hogy nagyon sokat tudtunk fejlődni ezen a területen is. Ma már majdhogy nem élénkebb a két határmenti településnek a kapcsolata, mint a szomszédos községek kapcsolata egy-egy kulturális rendezvényen. Reméljük, hogy ez még jobban fejlődni fog. Jelenleg a 7 szomszédunkkal kapcsolatban 93 határátkelő helyet működtetünk. Nyilvánvaló ezeknek a nagy része a schengeni határszakaszokra esik. A schengeni egyezmény nagyon fontos itt ezekben a törekvéseinkben, hiszen azt teszi lehetővé, hogy nagyobb határrendészeti beruházások vagy vámberuházások nélkül tudjuk ezeket az átkelési lehetőségeket megvalósítani. Ez ma már a szlovák határon ez teljesen problémamentes. Mi reméljük, hogy Romániát is minél hamarabb felveszik a schengeni övezetbe, hiszen akkor ezen a hosszú határszakaszon is tudjuk bővíteni. Örvendetes tény, hogy Szerbiának is megkezdődik a csatlakozási tárgyalása, illetve hogy Horvátország is most már az unió tagja lesz. Ezen a 93 határátkelő helyen 24 kilométer jelenleg az átlag távolság a mért határátkelő helyek között. Igen, megvan mint a hét, és akkor a következő mutatnám, hogy hol tartunk a különböző határszakaszokon ezeknek a tervezéseknek, a munkáknak az előkészítésével. Látható, hogy a osztrák és az ukrán szakaszon a közbeszerzés előkészítés zajlik a tervezésnél. A szerb, horvát, szlovén szakaszon már folyamatban van, most történtek meg az ajánlattételek, és a szlovák-román szakaszok állnak legjobban, itt már 12-ben megkötöttük a vállalkozási szerződéseket is. A közok tekintetében ugyanígy, ami a határ szakasz rendezésre vonatkozó, 11 októberében már megszületett a támogatási szerződés, megvan a vállalkozási szerződés, megvannak a tervezők, és a teljesítési határa ezek novemberre lesz, úgyhogy rövidesen le tudjuk tenni ezeket a terveket az asztalra. Itt látható a priorizált projektlista összeállításnak a menetrendje, egy kockázati sorrend alapján az egyeztetések, a rövidítéseket lefordítom, tehát ez a miniszterelnökség, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT és a Magyar Közút ZRT-nek az együttműködésében zajlanak. 60 projektből áll majd ez a lista. És a szlovák partnerekkel, a túloldalon nem az állam az utakkal zajozőmében, hanem a megyei önkormányzatok, a miniszterelnökség külügyi helyettes államtitkára folytatja az egyeztetéseket. Itt egy ábra látható a népszámlálási adatok alapján, hogy amit kormány megbízott asszony is említett, hogy a nyelvi nehézségek azért jobban állnak, mint ezen a konferencián például nálam. Tehát a határ két oldalán megvan az a tudás, megvan az az összekötő kapocs, ami még indokoltabbá teszi, hogy ezt az övezetet, amit itt egy lila vonallal jelöltünk, minél jobban összekössük, és az áramlást biztosítani tudjuk, mint a gazdasági, kulturális, személyek áramlást, turizmus, tehát számtalan olyan terület van. Bár én már hallottam olyan véleményt is hidasoktól, hogy miért vannak a közutak, és azért, hogy a hidakat összekössék, tehát mondhatnánk, hogy a közlekedés önmagában is egy csodálatos dolog, de nyilván, hogy akkor érdemes rá pénzt fordítani, a kiszolgáljuk a társadalom igényeit.
Itt láthatók a kiemelt közötti kapcsolatok, a, hát amennyire láthatók a magyar és a szlovák köztársaság közös határán, akinek szüksége lesz, el fogjuk küldeni, tehát hogy megengedik, akkor jelenleg a folyótárgyalások még a 19 közúti kapcsolatról folynak, illetve annyit jelöltünk jelölésre, amit első lépcsőben vinnénk, és akkor most mehetünk tovább. Köszönöm szépen. Itt láthatók a kiemelt közúti kapcsolatok, Győr-Moson-Sopron megye, Komárom-Esztergom és Pest megyét érintően. Amint említettem, itt a meglévő kapcsolatok mellett azért jelentős fejlesztésnek tekintem én a új komáromi hídnak a megépítését. Tudjuk, a meglévő hídnál 20 tonnás korlátozás van érvényben, tehát ez egy korlátozás nélküli teherhíd lesz. Jelenleg Győr térsége és Budapest, a megyeri híd térsége között nincs ilyen kapacitású átkelőhely a Dunán, és ez lényegesen jobbá teszi a közlekedést, főleg ha belegondolunk, hogy úti van már Szlovákiában és Magyarországon is bevezetni akarjuk, akkor nyilván a fuvarozók és a megrendelők is örülni fognak, hogyha rövidebb és költséghatékonyabb összeköttetést tudnak találni. Magyarország és Szlovákia kormánya között megszületett az a határmegállapodás, nemzetközi egyezmény, ami 90 közúti határátkelőhelyről szól. Ez gyakorlatilag az összes meglévő és potenciálisan lehetséges kapcsolatot tartalmazza. Ennek a fő jelentőségét mi abban látjuk, hogy eddig minden határmetszéspontra külön nemzetközi egyezményt kellett kötni. A jelenlegi keretegyezmény lehetővé teszi, hogy akár két határmenti önkormányzat egy sikeres pályázat keretében mindenféle további egyeztetés és procedúra nélkül bele tud vágni egy ilyen beruházásba. Nagyon jók a magyar-szlovák közlekedési kapcsolatok, de így is van egy olyan külügyi áthutási ideje egy ilyen egyezménynek, ami egy-másfél év, a különböző szakértői csoportokon a protokoll szerint, amíg átmegy, még a legoptimálisabb esetben is lassítaná a projekteket, ezt ezzel sikerült elkerülnünk. Természetesen a hidak létesítése, illetve a gyorsforgalmi összeköttetésekre külön nemzetközi egyezményeket, de itt mind a két oldalon az állam jelenik meg beruházóként. Pontosítok, itt a IPO-hidaknál például a megyei önkormányzatot túlsó oldalon a partnerünk, ennek ellenére államközi egyezmény kellett, jó, tehát van azért ilyen is. Jó, köszönöm. Itt láthatók a Győr-Moson-Sopron és a Komárom-Esztergom megyét érintő közúti kapcsolatok, kapcsolódási pontok. És akkor rátérnék a komáromi ídra, ami az Interreg 3/A keretében már egy tervezés történt, amit a két város adott be. A terveket, azokat természetesen az uniós előírásoknak megfelelően át kell majd dolgoznunk. Ennek a közbeszerzése ez most jelenik meg májusban. Ennek a ciklusnak, a forrásainak a terhére a tervezés megtörténik, reményeink szerint jövőre elkészülnek a tervek, miután csak némi átdolgozást igényelnek, tehát nem kell a teljes időtartamot végigfuttatni. Dél-Komáromnál már megvan ott az elkerülő útnak egy szakasza, tehát gyakorlatilag a régi vasúti híd mellett fog átvezetni ez az új híd, és reményeink szerint 2015 vége felé már látni fogjuk a hídat. Amit én még kiemelnék, hogy említettem az előbb, hogy nem csak hidakba gondolkodunk, Esztergom térségében volt egy teherpump pályázat, amit most a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő a szlovák partnerrel közösen ismét benyújtott az irányító hatósághoz. Tehát ennek a megvalósulása esetén például az Esztergom-Dorogi Ipari Park, illetve a Párkányi térségnek a ipari forgalmi összeköttetése is jelentősen javulni fog, ez 70 kamion napi átszállítását tenni lehetővé.
és nagyon jó lakmuszpapír lenne arra, hogy a jövőben mennyire indokolt ott egy új hidat terveznünk, építenünk. Azt hozzá kell tennem, hogy ezeknél a gyorsforgalmi utaknál, hidaknál azért nagyon hosszúak a átfutási idők, tehát ilyen 7-10 év is lehet a döntéstől, amire a kivitelezés elkészül, és ebből nem a kivitelezés a hosszabb idő általában, hanem az előkészítés, tehát a Natura 2000 hatásoknak a vizsgálatától, ez a régészeti problémákon keresztül számtalan olyan dolog van, ami nem teszik kellően gördülékenyé ezeknek a műveknek a megvalósítását. Ha vannak itt műszakiak, azok nyilván pontosan megmutatja nekik ez az ábra is a tervezett Komáromi hídnál az elképzeléseket. Ez egy függő híd lenne, egy egypilonos hídat terveztek, az egy pozsonyi vezető cégnek a részvételével. Valószínűleg, hogy ezt a látványt fogjuk majd látni, és akkor hát mi lehetne jobb zárójelként, mint egy új hídnak a képes. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen a titkár úrnak a prezentációját. Nagyon örülünk, hogy Komárom megyét, akkor ezek szerint nagyon sok szálon fog érinteni az infrastruktúra fejlesztés.